Továbbra is felszálló ágban van a koronavírus járvány itthon. Egy nap alatt megint csak nem 1000 új fertőzöttet regisztráltak. Még mindig a fiatalok között terjed a vírus leginkább, és kiderült, hogy jóval több a tünetmentes hordozó, mint korábban. Minden ötödik eset tünetek nélkül is fertőz. A friss szennyvízvizsgálatok szerint pedig több nagyvárosban is emelkedni fog a fertőzöttek száma. Ezeket a lélegeztetőgépeket alig néhány napja szerelték be a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház kórtermeibe. Ezekkel együtt állami forrásból csaknem 1 milliárd forint értékben kaptak nemrég altatógépet, monitort és infúziós pumpát, amelyet az intenzív osztályon használnak majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak igazgatója az M1-nek azt mondta, jelenleg csaknem 40 koronavírusos beteget ápolnak, akiknek egy jó része intenzív ellátásra szorul, ezért jön a támogatás. Az eszközökkel a legmagasabb szintű intenzív terápiát tudjuk folytatni. Ez egy biztonságot jelent. Tehát ennek a lényeg az, hogy a lakosságot, a betegeinket megnyugtassuk, hogy jelen körülmények között van megfelelő védőeszközünk is, van megfelelő orvosi eszközünk is, szakértelmünk is van. Nagy szükség van a hasonló eszközfejlesztésekre, hiszen egyre több a beteg országszerte. Szerdára újabb 951 embernél mutatták ki a koronavírust, 8 krónikus beteg pedig meghalt. Az éppen betegek száma átlépte a 15 ezret, közülük 558 embert ápolnak kórházban, és 35-en vannak lélegeztetőgépen. A számokat igazolja az is, hogy több nagyvárosban hetek óta emelkedik a vírus örökítő anyaga a szennyvízben. Az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján arról beszélt, ezeken a helyeken fel kell készülni arra, hogy hamarosan több lesz a beteg. Egyfajta következtetést lehet levonni arra vonatkozóan, hogy várható-e a fertőzöttek számának a növekedése. Amikor a szennyvízben egy több tízszeres emelkedést látunk, annak van egy előzetes jósló értéke. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 hét 10 nap múlva tapasztaljuk azt, hogy a fertőzötteknek a száma egy kicsit megemelkedik. Szlávik János főorvos az M1-en beszélt arról, hogy változott a vírus tavaszhoz képest. Tapasztalataik szerint most sokkal inkább a fiatalokra veszélyes a kór, és jóval több a tünetmentes fertőző. A járvány elején úgy gondoltuk, hogy körülbelül 10-15% azoknak az aránya, akiknek semmilyen tünetük nincs, hordozzák a vírust és fertőznek. Ma már tudjuk, hogy ez jóval magasabb. Nagyon sok olyan gyerek, fiatal, középkorú ember van, aki gyakorlatilag nem is tudja magáról, hogy benne van a vírus. Az esetek nagy részében körülbelül 20%-a a fertőzötteknek felelős, a fertőzések 80%-áért. Szlávik János ennek ellenére bizakodó, kiemelte, hónapok óta folynak a vizsgálatok, és reményei szerint még ebben az évben piacra kerülhetnek olyan vakcinák, amelyekkel megfékezhető lesz a járvány.